pedagógus vagyok, és a pedagógusok között azon 5%-hoz tartozom, akik 30 év alattiak. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ne maradjunk csendben, hogy ne higgyék azt, hogy mi most mindent elfogadunk. Van olyan, akinek az volt a nagy tette, hogy megosztott egy bejegyzést. Egy útnak valaki még az elején jár, van, aki a közepén, és van, aki, hát, hogy mi a vége, azt nem tudom, de majd meglátjuk. Én azt érzem, ha ezzel ellen nem próbálok valamicskét tenni, akkor meghazudtolom önmagam. Ez tényleg leginkább arról szól, hogy mi hogy tudunk majd tovább tanulni, merre tudunk tovább menni. Az iskolák nagyon elszigetelten vettek részt a sztrájkba, meg polgárengedetlenségbe, és ezért elindítottunk egy csetet, meg volt egy személyes találkozó is. Célja az volt, hogy beszélgessünk egymással, és hogy megtudjuk, hogy máshol milyen problémák vannak, hogy azonos vagy más típusú helyzetben vagyunk. Tavaly tavasszal volt, amikor a háromnapos sztrájkot szerveztük, akkor ugye azt én szerveztem itt az óvodában. Írtam az I.S. Gyula gimnázium egyik tanárának, ha van valami, amiben tudunk mi mint helyi óvoda, a helyi iskolákat megsegíteni, akkor írjon. Szegeden járok gimnáziumba, és most megyek 11-be. Különböző iskolákból diákok összeálltunk, és szerveztünk egy virasztást, így szolidarítottunk a tanáraink mellett. A szeptemberi virasztás után megalapítottuk a Szegedi Egységes Diákfrontot, elnök lettem itt Szegeden. A élőláncokat mindig én szerveztem meg osztályon belül, mert azt éreztem, hogy egyrészt más nem feltétlenül csinálnám meg, másrészt én élveztem is igazából megcsinálni, meg azt éreztem, hogy kell. Egész életemben nagyon jó pedagógusokkal voltam körülvéve. Nem éreztem azt, hogy hagynom kellene azt, hogy ezt csinálják a tanáraimmal. 7 évig voltam középiskolai történelem és magyar szakos tanár. Sztrájkolhattam is volna, de én azt gondolom, hogy az a sztrájkjog, ami most jelenleg van, az valójában nem az. Én azt nem akartam betartani. Én a polgári engedetlenséget vállaltam, utána pedig egy élőlánc szervezésével folytatódott. Több az, hogy nincs meg a tanároknak az autonómiája, tehát hogy nincs meg a szabadsága abban, hogy hogyan és mit tanítson. Ugye egy csomó mindenbe korlátozva vagyunk. Ami itt van, az nagyon sok szempontból borzalmas. Én azt érzem, ha ezzel ellen nem próbálok valamicskét tenni, akkor meghazudtolom önmagam. Felháborítónak tartom, ahogy becsmérelnek minket, ahol minket hibáztatnak azért, amilyen körülmények és amilyen minőségű oktatás zajlik sok helyen, miközben mindent megteszünk azért, hogy a diákok azokat a lehetőségeket megkapják, amik szükségesek ahhoz, hogy sikeres felnőttek legyenek. Ez egy nagyon bántalmazó rendszer. Nem tartja tiszteletben a gyerekeknek a fejlődési menetét, nem tartja tiszteletben az egyéni bánásmódot, bolyanás módot igénylőket, nem tartja tiszteletben a körülöttük levőket. Egyáltalán nem gyermekcentrikus. Nem félünk, sőt, a hatalom fél tőlünk. Fél attól, hogy egyre többen leszünk, akik kieresztik a hangjukat, és felismerjük, hogy elveszik a jövőnket. Fél az igazságtól, kordonokkal zárja el magát az elefántcsontornyába, és azon töri a fejét, hogyan lehetne minket elhallgattatni és elhitetni velünk, hogy minden rendben van.
Az iskolában ott abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam, ott nagyon támogató mindenki. Volt negatív is, de az nem olyan, ami úgy nagyon mélyen megérintett, semmilyen atrocitás nem ért. Én itt a Budaörsváros önkormányzata alá tartozom, hozzám oda jött a polgármesterünk és megköszönte, hogy így kiállok a gyerekekért és a pedagógusokért. A sztrájkok alatt a tankerülettel volt igazából konfliktus. Egyáltalán nem tudtak ezzel a polgári engedetlenséggel mit kezdeni. Volt egy személyes megbeszélés, ahol elmondták, hogy vezetőként nem tehetem meg, és hogyha még egyszer megteszem, akkor felmentenek a helyettesi pozícióm alól, de tanárként maradhatok. Kaptam egy ilyen fenyegető levelet, abban az volt, hogy ha tovább gyakorlom, akkor nem tudom, hogy volt megfogalmazva, de nyilván ez volt a lényege, hogy kirúghatnak, de én így is úgy gondoltam, hogy nekem ezt vállalnom kell. 2023. április vége volt az a pont, amikor nem 100%-osan, de már majdnem teljes mellszélességgel amellé tudtam állni, hogy nem szeretnék ebben a rendszerben maradni. Az osztályom kétszer élte azt meg, hogy lehet, hogy nem leszek tovább az osztályfőnökük. Ezt nem szeretném sem magammal, sem a diákokkal, sem az intézménnyel megtenni. Ez egy folyamatos bizonytalanság helyzetet generálna, és úgy döntöttem, hogy ezt nem vállalom. Azt szeretném, hogy azt is fogadják el az emberek, aki nem mond föl. Mert attól még én, hogy nem mondok föl, nem támogatom a státusztörvényt, attól, hogy lehet, hogy vállalom, hogy a hatály alatt fogok tovább tanítani, attól én még nem értek vele egyet. Csöppentünk mi, mint a pedagógus egység képviselői bele ebbe. December tájban az egyik taggal vette föl egy szülő a kapcsolatot, és szólt neki, hogy elindulna egy olyan szerveződés, amiben több olyan szervezet szeretne egymással kapcsolatba lépni, akik a jobb oktatásért szeretnének minél több dolgot megtenni. Nagyon fontos volt, hogy beszélgessünk arról, hogy kinek milyen, mik a legnagyobb problémák, amik éppen sújtják az ő környezetét, mik azok az ügyek, amikkel foglalkozni kéne, mert hogy szerint nem csak arról van szó, hogy ne, ami most tüntessünk, mert rossz az oktatás, hanem hogy fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk. Minden hétfő este van egy ilyen meeting. Minden szervezet beküldheti, hogy ők éppen milyen ügyről szeretnének, milyen problémát szeretnének, ha átbeszélnénk. Olykor hamar végzünk, olykor meg ilyen, még 10 körül még mindig ott szoktunk ott egymással beszélgetni, és megpróbálni kitalálni a rövidebb, hosszabb távú stratégiai terveket, az együttműködésnek a menetét, hogyan tudjuk megsegíteni a másikat, hogyan tudjuk megtámogatni egymást, mert hát nyilván rengeteg támadást kapunk azért, mert mi kimerünk állni és felszólalunk azért, hogy egy demokratikus jogállamban éljünk. Ez sajnos hatalmas nagy támadási felületet jelent, és ez a közösség ez ilyenkor összezár, és azon gondolkozik, hogy hogyan tud a másiknak segíteni. Felmerült az, hogy nagyon jó lenne személyesen is találkozni. Volt egy kétnapos találkozó Kumbármonyban, ahol nagyon sok szervezet képviseltette magát, sok diák jött, és akkor voltak ugyanúgy szülők, szakszervezetek, pedagógusok. Szerintem a legfontosabb dolog az volt, hogy felmértük, hogy melyik szervezet hogyan tud segíteni, kinek milyen erőforrásai vannak, mert mindenki másban erős. Pedagógus vagyok, a Katica csoport óvónénie, és a pedagógusok között azon 5%-hoz tartozom, akik 30 év alattiak. Nyilván azért ez az egész folyamat jár egyfajta elmagányosodással, és azok, akik nincsenek ebben a menetben benne, hiába támogatóak, nem tudják, hogy ez mivel jár, mind érzelmileg, mind leterheltségben, mind feladatokban, és nekem nagyon sokat segített, hogy
hogy nem egyedül vagyok. Közvetlen családom abszolút támogató. Én szerintem nem is tudnám máshogy csinálni. Az már csak ha batortágya bazsi részt is vesz ezekben abszolút, de hogy bármiről, ha beszélek, akkor egy támogató közegben beszélek erről, és nem azt kapom, hogy jaj, ne hülyeskedj, nem szabad sztrájkolni meg. És sokan vannak, akiknek viszont nem könnyű, tehát hogy akik küzdenek otthon. Hogy engem nagyon megerősített, hogyha ennyi csodálatos emberrel kell együtt dolgoznom, akkor igazából a helyzetünk az csak jobb lehet. Mert tényleg kitágította a látómezőmet, és tényleg olyan kapcsolatokkal bővültem, olyan barátokkal, amit szerintem sosenki nem tud majd elvenni tőlem. Nagyon sok esetben most már tőlem kérdeznek, hogy tudok-e ebbe vagy abba segíteni, és nem azért tudok segíteni, mert én tudok, hanem mert tudom, kihez kell fordulni, mert lett egy olyan kapcsolatrendszer körülöttem, hogy fel tudom hívni, meg tudom kérdezni, és segítenek. Ezt az elmúlt évet nem tudtam volna végigcsinálni, hogyha nem lesz körülöttem egy csomó olyan pedagógus, akik nagyon hasonlóan gondolkodnak, és akikkel meg tudjuk a problémákat beszélni, és utána elindult egy olyan irány, hogy már nem csak a pedagógusokkal tudtuk megbeszélni, hanem hogy megismerhettem szülői szempontokat. A tanításban is azt látom, hogy a diákok látják azt, hogy a saját jövőjükért kell tenniük valamit, és hogy az az érzés, hogy együtt teszünk, jelenleg nem annyira érződik a sikere ennek, de hogy akkor is azt érezzük, hogy nem szabad abba hagyni. Az iskolának az lenne a feladata, hogy a gyerek szeressen oda járni, a tanár szeressen tanítani, egy olyan légkör legyen, hiszen ez tölti ki mind a kettőnek a napja nagy százalékát, ahol jól érzik magukat. És miközben jól érzik magukat, alkotnak valamit együtt. A tanár azért van ott, hogy átadjon valamit a diáknak, de egyébként fordítva is igaz, mert én is rengeteget szoktam tanulni a diákjaimtól. Legyen egy nagyon támogató, családcentrikus pedagógiai programunk. Esetleg ez az egész 45 perces csöngetési őrületet is biztos meg lehetne változtatni. Legyen elég óvodapedagógus, legyen elég dajka, legyen elég pedagógiai asszisztensünk. Hogy én segítem azt a gyereket, aki valamiért más, és teljesen mindegy, hogy azért más, mert hiányzik a egyik karja, azért más, mert lány és lányokat szereti, azért más, mert zöld a szeme, tök mindegy, miért más, de hogy nekem tényleg a legfontosabb az elfogadás, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy fogadjuk el, és ez amiben most élünk, ez ennek van teljesen ellen. Egy normális diákbizottság is szükséges egy iskolában, ahol van szavuk. Ha most azt mondanák, hogy holnaptól megváltoztatjuk az oktatási rendszert olyanra, hogy jó legyen, ez 15-20 év lenne legalább. Ilyen pici dolgokat el lehetne kezdeni, hogy például mindenki taníthasson abból a könyvből, amit akar. Ez nem lenne egy akkora dolog. Hagyjanak minket jól dolgozni. Azt gondolom, hogy kicsibe kell indulni, informálni kell az embereket, és észre kell venni a problémákat. Tehát most mondhatok konkrétot, hogy a szülők ne nyugodjanak abba bele, hogy testnevelés tanár tartja a fizika órát, hanem tegyenek ellene, szóljanak. Vegyék észre, hogy a gyereknek hány órája nincs megtartva, hogy nem csak gyerekmegőrzőnek vannak ezek a helyek. Fontosnak tartom, hogy ezen változtassunk, mert ez tényleg leginkább arról szól, hogy mi hogy tudunk majd tovább tanulni, merre tudunk tovább menni. Aki esetleg szeretne pedagógus pályára menni, annak még legyen lehetősége. Az, aki tenni akar, azon kívül, hogy valamelyik diákszervezethez tud csatlakozni, szerintem nyilván részt vesz ezeken a tüntetéseken, ha persze azt szeretne, tehát hogy az a cél, hogy tegyen, meg például iskolán belül szervezkedik. Nyilván van olyan is, aki fél a tüntetéstől, vagy nem akar, vagy családi nyomás miatt esetleg nem tud kimenni, teljesen megértem. Vélemény nyilvánítani bármikor lehet. Van olyan,
akinek az volt a nagy tette, hogy megosztott egy bejegyzést. Egy útnak valaki még az elején jár, van, aki a közepén, és van, aki, hát, hogy mi a vége, azt nem tudom, de majd meglátjuk egyszer biztosan. Igen, már az is valami, hogyha megoszt egy bejegyzést, elmegy egy beszélgetésre, beszél a kollégáival, felteszi a kérdést. Meg csatlakozhat különböző civil szervezetekhez, ahol a háttérből tud segíteni, de mégis azt érzi, hogy tett valamit érte, mert tényleg tett érte valamit. Látom, hogy mekkora probléma van, és hogy mennyire befolyásolja az oktatás minőségét az, hogy egy-egy gyereknek nincs mit ennie, nincs hol laknia, hogy mit tesznek azokkal, akik ezért megpróbálnak tenni, milyen megaláztatások és ellehetetlenítések mennek ebben az országban. Én szeretnék nekik is segíteni, és tudom, hogy nagyon sokan partnerek ebben, sőt mindenki partner ebben az összefogásban, de nyilván vannak szorosabb együttműködések, vannak lazábbak, és mindenkinek meg kell találni azt, amit ő szíve szerint a legjobbnak gondol és a legjobbnak lát. Én most ezt látom a legjobbnak. Azt gondolom, hogy a kérdésfeltevés egyre fontosabb lenne, hogy miért? Ezt miért így kell? Ez biztos, hogy így jogszerű-e? Tényleg a diákok érdekét veszik-e figyelembe a meghozott törvényeknél? Azt tudom mondani mindenkinek, hogy az, hogy mi van az emberen belül, azt még egy kormány sem tudja befolyásolni.